A Budapesti Erdőgazdaság ZRT Urbéri vadászházánál rendezte meg idei géntrófea szemléjét. A helyszínen a szokásoknak megfelelően dr. Render Sándor plébános celebrálásával Szent Hubertus misét is tartottak az esemény második felében. Most már hagyományteremtő módon minden évben így október közepén megrendezzük ezt a szemlét, ami egy nagyon szép látvány. Felsorakoztatjuk a szeptember időszakban elejtett gimbikáknak a trófáit. Ez az év különösen megdobogtatja a szívünket, hiszen egy olyan nehéz év után, mint 2020, amikor egy mértéktartó időszakon voltunk túl, megvallom őszintén nagy várakozás volt bennünk, hiszen minden adott volt ahhoz, hogy ebben a szép szeptemberi hónapban a vadász vendégeket fogadni tudjuk. Szerencsére minden adott volt ehhez, hiszen rengeteg külföldi vadász jelentkezett, a szakembereink felkészültek erre. Én azt gondolom, hogy nem várt kiemelkedő siker ez a 42 darab gyönyörű gimbika, amit itt be tudunk mutatni, és tisztelegni tudunk az erdő királyai előtt. Ez egy vadászünnep, amikor pontosan azért jöttünk össze, hogy az eredményeinket, a vadászsikereket itt megünnepeljük közösen. Ez a 2021-es év, azt mondom, hogy a vadászatban egy nagyon szerencsés évnek mondható. A 2020-as pandémia után ezt az évet, megmondom össze, egy kicsit remegve vártuk. Hála Istennek a vadászat, a lekötött vadászataink, a teljes vadászati időszakra, a szarvasbögésről beszélek, 100%-os volt. Időnként már majdnem olyan problémákkal kellett küzdenünk, hogy nincs annyi kísérőnk, mint amennyi vendégünk, és mivel ismerjük a vendégek lelkivilágát, hogy mindig ő a legfontosabb, természetesen kollégáim maximális erőbedobással, kitartással és a legjobb területismeretekkel, hiszen minden vendégnek azért a különféle trófea igényeit kielégíteni, majdnem mindenki sikerült eredményhez juttatni, és erre én nagyon büszke vagyok. Ez az év azért az egy változás, ez a fény éve, ha szabad ezt mondani, a siker éve, az öröm éve, és megváltoztak a mentalitások, mindenki tud örülni a másiknak, magának, csak a jelenlétének is, hiszen egészségesek vagyunk, itt vagyunk, találkozunk, és újra folytathatjuk azt a közös munkát, vagy azt a munkát, amit elkezdtünk, és csak abba hagytunk egy ideglenes időre, és ez látszik a vadgazdálkodásban is. Talán amit a vadászok, horgászok is mondhatnám azt, egy picit azért a másikra mindig irigyek, ha valakinek sikere van. Ez az egészséges irigység azért megvan, és ma ez eltűnt. Ez ma a sikerben való osztozás a jellemző a találkozásokra, és ez egy nagyon jó dolog. Ez egy új mentalitás, egy új irányvonal, hogy mi tudunk örülni a másiknak a munkájának, az eredményének, a sikerének, a találkozásnak, az újra a munka örömének. Ez egy más. Minden rosszban van valami jó, mondja a közmondás, és úgy gondolom ez a csúnya járvány, ez azért valamire felébresztett bennünket, egy más énünket is napirendre hozott. Megyében nagyon eredményesen működtek a vadgazdálkodók, nagyon sikeres vadászati évet tudhatnak maguknak, mennyiségűleg és minőségileg.